November 19-én, pénteken köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Mai adásunkban folytatódik a Tóth József Színház és Vigadó Szentesi Szalon elnevezésű programja, valamint láthatják a Szentes Annó című műsorunkat is Karikó Tóth Tibor szerkesztésében. Ne felejtsék, a tájékozottság mindenkinek érték. Már is kezdődik műsorunk, most már nem menjenek túl messzire. A koronavírus okozta gazdasági válság után Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. Emlékszünk a múlt kudarcaira. A Gyurcsány korszakban a munkanélküliség az egekben volt. Csökkentették a nyugdíjakat. Az ország a csőd szélére került. Mégis vannak, akik visszafordulnának. Most előre kell mennünk. Minimál béremelés, adómentesség a 25 év alatti fiataloknak, adóvisszatérítés a családosoknak, és 13. havi nyugdíj az időseknek. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország megerősödve kerüljön ki a válságból. Magyarország előre megy, nem hátra. A Szentes Televízió napi aktuál rovata jelentkezik. Mai rovatunkban Gergely Gábor kétszeres asztali tenisz világbajnokkal ismerkedhetnek meg a Szentesi Szalon Sport Csillagsarok keretében. Kellemes időtöltést kívánok hozzá mindenkinek! Én most már második alkalommal vagyok itt, az első kőbárítával volt. Vannak ismerős arcok, már szeretettel, külön szeretettel köszöntöm Önöket. Most pedig Gergely Gábor lesz a est főszereplője. Én magam Borsi László vagyok, újságíró, közgazdász, ingatlanos. Ha van ingatlan a kapcsolatos kérdés, hogy nyugodtan tegyék fel, beszélgethetünk arról is. Majd hagyjuk én megválaszolom. Hagyjuk a Gabit, hadd pihenjen, fárasztott neki az út, meg az eddigi néhány esztendő vagy évtized. De mielőtt bármi történik, nézzük meg egy nagyon rövid kis bejátszást. Jó, ahogy ezt a tévében szoktuk. Meglepetést lesz neki. Jézus Mária. Belefér. Na, de akkor még visszafogottan ünnepeltek a riporterek, nem úgy, mint ma, az egészen máshogy hangzana, nem? Az igazat megvalva, pech, hogy nem így közvetítette Szőnyi János ezt az egészet, mert annyira sima volt a harmadik szett, hogy nem volt már miért ordítani. Ez már a vége volt csak. Na, de azért ez óriási, nem? Hogy egy EB döntőben két magyar játszott. Mikor volt ez? Hányban volt, Gabi? Köszönöm. Na, jó van. Jó van, igen. Elnézést, bocsánat. Jár a pont. Hát ez kész, jár a pont. Ki mondta 78-at? És hol volt, mert tegyük, hol volt ez? És a harmadik is magyar lett. Duisburgban, ugye? Nem tőled, hát te ott voltál. Annyi kártyám nincsen. Annyi kártyám nincsen. Tehát a harmadik helyezett is Kreisz Tibi volt, aki szintén harmadik. És a nyolc között is volt még egy magyar, a Takács Jani, akit én vertem meg négy közé. Úgyhogy... Szóval lesznek ilyen kérdéseink, mit több játszani is lehet majd. Van kint egy pingpong asztal, nem asztali tenisz asztal, mert az hülyén néz ki. Jó? Tehát van egy pingpong asztal, ahol a világbajnok Gergely Gabival lehet ütni néhány poént, és aki tényleg poént tud elvenni. Majd én eldöntöm, hogy kikaphat ajándékot, ilyen egy-egy poént csinál, hát nem vagyok egy gép. Hát hogy? Hát nem. Na jó, erről majd beszélgetünk, hogy lehet elcsalni poénokat, meg meccseket, meg hogy lehet megvenni. Na, de kezdjük onnan, hogy ugye beszéljünk egy picit a pingpongról magáról, meg picit rólad. Ugye ez a játék, ez egy nagyon szép játék, szerintem mindenki
kipróbálta a második gyerekkorában, a második nyaraláskor, forgózás közben, milyen jó volt lányokkal játszani, ugye annak idején, bár lehet, hogy ebből kimaradtál, nem a lányokból, a forgózásból. Viszont ami tényleg érdekes, a 19. századra tehető viszonylagjából a mostani pingpongnak az indítása, és amíg azt hozzáteszem, hogy a pingpong diplomácia mint ilyen létezett, mi is volt ez a pingpong diplomácia? Amerikaiak és kínaiak között jött létre, ugye a hidegháborújuk idején, amikor is az amerikaiakat meghívták a kínaiak, ugye még Mao Zedong élt, ő volt ugye mindenek ura, és Chou Enlai volt ugye a miniszterelnök, és ő küldött egy meghívót Nixonnak, ő volt az amerikai elnök akkor. És az első lépés, apró lépésekkel haladtak, az első lépés az volt, hogy meghívták a Kínába az amerikai válogatottat. Igen. Kína akkor vezető hatalom volt pingpongban akkor is. Igen, akkor is. Mert hogy... De az hozzátartozik, hogy Egyesült Államokban is nagyon népszerű volt az asztali tenisz, és ma is az. Ma már egyre játékosaik is vannak. De hogyha megnéztük azt, amikor úgy hívták, hogy pingpong diplomácia, tehát hogy közelít a nagyhatalom a másik felé, akkor el kell mondani azt, hogy több millióan játszottak már akkor Egyesült Államokban, tehát nem véletlenül volt az, hogy pingpongozókat hívtak meg, és direkt nem asztali teniszezőkről beszélek, pingpongozókat hívtak meg, miért is? Mert nemzeti sport Kínában az asztali tenisz, bármiről beszélünk, úgy kezdődik, hogy pingpong, 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 és a többi sportág. Aztán majd elmondom, hogy amióta olimpiai sport lett az asztali tenisz, azóta 988 Szöul, azóta még inkább ráfeküdtek a kínaiak, de hogy visszatérjek az Egyesült Államokra, ők nem kaptak beutazási vízumot Kínába annak idején, semmit, még a diplomaták sem. Tehát ez annyira hideg volt a... Igen. Tehát így viszont. Ez volt az első lépés, amit megtettek egymás felé, és utána fordult a kocka, és visszalátogattak a másik oldalra. Tehát azt gondolom, hogy... És ezt tudják mikor volt? 71-ben, tehát pont 50 éve, és utána jöttek a Gabiék egyébként. Parancsolj, beszélgessünk. Igen. Hogy akkor ígérték meg biztosan az amerikaiak, hogy 2021-ben Houstonban lesz az egyedi szállodán. Na tessék, milyen információkkal gazdagodunk. Az igen. Hát, mondjuk nem igaz. Hát, igen. De Houstonban volt verseny. Volt, így van. Én is voltam ott. Egyébként Kínában mekkora kultusza van a pingpongnak. Hadd mondjak egy személyes történetet. Egy állami delegáció élén Kínában tárgyaltunk lakásügyben. Panelfelújítást akartuk eladni. És az ottani kamarának, az iparkamarának az elnök helyettese fogadott, ami hihetetlen magas szint egyébként. 5 órája tárgyaltunk már egy szűk kis szobában, ők voltak 12-en, mi 4-en, tehát ahogy ez normálisan lenni szokott. 5 órája tárgyaltunk már reggel 8-tól, már 1 óra volt, már alig kaptunk levegőt, bezártak egy szűk szobába. Megkérdezte a elnökhelyettes úr, hogy elvtárs, bocsánat, hogy akarunk-e pihenni. Mondta, nem, mi nagyon jól bírjuk, hát alig bírtunk már. Azzal, jó, akkor szellőzzünk egy 5 percet. Kimentünk, és az aulában, egy gyönyörű hatalmas épület aulájában, mit látok? Egy pingpong asztalt. Hálóval, ütővel, mondom az elnök helyettesnek, hogy ki lehet próbálni? Azt mondja, mi az, hogy lementünk, én valamikor, hát ez már nem látszik, de én valamikor egy évet játszottam a Vörös Meteorban, de aztán inkább teniszt, aztán fociztam, lementünk, játszottunk egy szettet játszottunk, akkor még 21-ig ment a játék, 21-17-re ő nyert, hát hagytam, hát mégiscsak nyerjen, jól játszott egyébként, majd utána azt mondta, gratulált, azt mondja, Gergely, Klampár, jó nyer. Ebben a sorrendben mondta egyébként, és nem mindegy, nem lehet, hogy mondtam ezt a sorrendet egyébként, és szégyeltem magam, mert nem tudtam egyetlen kínait sem mondani, pedig lehetett volna. Ez olyan 15 éve volt körülbelül. Igen. Szóval óriási kultusza van. Félelmetes, és a kínaiakhoz még aztán utána tényleg
bármiről is beszélgethetünk, mind a kínaiakhoz hozzátartozik az, hogy ők nem szeretnek veszíteni. Nagyon-nagyon nem szeretnek veszíteni. De akik, ha őket valaki, valakik sportszerű keretek között legyőzik, akkor vörösszőnyeget terítenek elé, és elismerik, hogy te vagy a jobb. És ez megtörtént velünk a magyar válogatottal. Két nyilatkozatot szeretnék idézni, az egyik a kínai válogatott edzője volt, többszörös világbajnok, Li Fuyungnak hívják, még ma is. A pletykákkal ellentétben nem küldték a gulágra, és nem kötötték föl, hogy vesztettek. Még ma is ott van a kínai szövetségben. Azt nyilatkozta, hogy ez a három fiú, a Jónyer, Klampár és a Gergely, ezen a héten bármikor játszott, és bármilyen összeállítás ellen játszott volna, akkor is világbajnokok. Tehát nem tudtak olyan kínai csapatot kiállítani ott, azon a héten, amelyik megvert volna bennünket, hiszen 5-2 és 5-1 volt, hogyha a harmadik meccsre kerül, a sor lehet, hogy az 5-0. Úgyhogy... Hogy lettél te pingpongozó? Mert ugye te futballoztál, és imádsz futballozni, még a mai napig is. Gyakran hívom, hogy játszolnánk az újságíró válogatottban, de nincs ideje, mert a Borsnál főmunkatárs, meg az Újpesti TV-nél is dolgozik. Szóval hogy indult a pályán? Miért éppen a pingpong lett? Ugye hát az annak idején nem titok, én 53-ban születtem, tehát közel vagyok a 70-hez. De akkor ott a 60-as évek elejé tájékán, én Pangrásztelepen nőttem föl, Kőbányán, Budapesten. Ott nem volt olyan, hogy a fiatalok ne sportoltak volna valamit is. Tehát például olyan nem volt, hogy valaki ne csináljon valamit. Jó, hogy nem voltak ezek a kütyük, amik ma vannak és minden, de mindenki sportolt valamit. Focizott, kézilabdázott, röplabdázott, birkózott, boxolt. Egy telepen laktam én Kajdi Jánossal, később pedig Kovács Kokó Pista is ott nevelkedett a Pongrász telepen. Úgyhogy egy igazi sporttelep volt. És hogy lettem én pingpongozó? Úgy, hogy fociztam. Úgyhogy fociztam az MTK-ban. De nem Gergely Gábor. Jaj, hát ezt nem. Most már... Hogy lehetett megállni? Majd, igen. Tudtam, hogy kellemetlen kérdések lesznek, nem kellett volna elvállalnom ezt. Most már mindegy. Na szóval röviden az, hogy én fociztam, Gergely néven kezdtem el az MTK 432. kis csapatában. Voltam vagy 8-9-10 éves körülbelül. És ugyanakkor az édesapám a 75-ös trolival jött haza a munkából Angyalföldről, és ott volt egy szórólap a trolin, hogy KSI, Központi Sportiskola, KSI, jöjj közénk! És a atlétikától a vízilabdáig mind toborzó volt. Hát olyan edzők voltak ott felsorolva, nem nekem, hanem édesapámnak, hogy mit tudom, az atlétáknál Iharos Sándor, azt hiszem ezt mindenki ismeret, aki szereti a sportot, akkor mit tudom én, szóval világ és olimpiai bajnokok voltak az edzők különböző szakosztályoknál. Az én nevelőedzőm Balatoni Tibor volt, és Juhos József, hát Juhos József a pápa volt az asztali teniszben annak idején. És mondta, hogy hát jó, ez focizik ez a gyerek, meg mit tudom én, de a télen hideg van, meg hó van, meg esik az eső ősszel, meg különben is olyan durva ez a sport, mondta édesapám, aki Ludovikát végzett katonatiszt volt, tehát azért tudta, milyen az élet. Vigyük el ezt a gyereket pingpongozni oda a KSI-be, jó lesz ott. Na elvittek oda, és ez nem véletlenül van itt ez a labda, és a Jós Józsi bácsi leültetett így velem magával szembe, és fogott 3-4-5 labdát a kezébe. És így csinált. Fölvenném. Így fogtad meg? Nem, ugye 4-5 labdát dobott el egyszerre, vagy egy marék labdát, és én fogtam magam, és így rávetődtem,
hogy minél többet megfogja, uh-huh. ergo nem hátra tett kézzel ültem, mint a legjobb gyerek, és megmondtak, hát jó, hát akkor menjél fiam, mert mit keresel itt őszintén. Hú, ez egy jó rossz gyerek, ez maradhat, jó mozgású rossz gyerek. Na így fölvettek, fogalmam nem volt, azt sem tudtam, mi az a pingponglabda, azt sem tudtam, hogy mi az a pingpongütő, soha nem láttam pingpongasztalt, de valami gömbérzékem lehetett. És akkor ott megmaradtam, és tolszárfogásban, mert akkor az volt a divat, mint a kínaiak, úgy elkezdtem játszani. Aztán sok éve rá, hála Istennek, megfogtam rendesen az ütőt, és akkor jöttek az eredmények. De hogy a kérdésre is válaszoljak, 13 évesen, böcsülettel el kell mondanom, én vagyok Magyarország első úttörő olimpiai bajnoka. Bizony, bizony, az a és nem tudom azt, hogy is fogalmazza meg, hogy itt van-e olyan, aki 13 éves korában élő egyenes adásban játszott a magyar televízióban. Én. A döntőt Csenki Jánossal játszottam, nem messze lakik, itt Kiskunfélegyházán. Csenki 2 Gábor, bocsánat, úgy hívták, és vele játszottam, és döntőszett 21-19-re nyertem. Erre is emlékszem. Voltam 13 éves, 12-13, és akkor meghívtak már a serdülő válogatottban, és a 1966-os szombathelyi serdülő és ifjú Európa-bajnokságon már címeres mezben játszhattam. Na, de, innen folyt. De akkor, igen, pillanat, vagy, akkor kezdődött a foci. Illetve akkor már volt foci. Na de kérem szépen, én már profi játékos voltam, hiszen kaptam 200 forintot a felkészülési pénzt a pingpongtól. Hát hogy létezik az, hogy most én itt fölveszem a hatalmas pénzt, ott meg lerúgnak a pályán. Hát ez nem fél bele Gergelyként. És akkor mellettem ült a padba Pölöskei János barátom, aki valamikor focizott a MTK-ba. Ez nem a Pölöskei Gábor, nem, ugye? Semmi közük hozzá, igen. Ez csak névazonosság. És mondtam neki, hogy figyelj, akkor én kölcsön venném a nevedet. Azt se tudtam, miről van szó. Úgyhogy az igazolásom már az MTK-ba úgy, amikor leigazoltak futballozni, hogy Pölöskei Jánosként játszottam egészen 17 éves, majd nyugkor amíg. És mellette már ifjú válogatott voltam, felnőtt válogatott, kerettak pingpongba, de még Pölöskeiként rúgtam a labdát. Remélem senkit nem fogok untatni, és nem vagyok színész, még színész palánta sem, de imádom a verseket, nagyon szeretek verset olvasni, és van nekem egy kedvenc költőm, Aranyosi Ervin, aki hát csodálatos dolgokat és gondolatokat vett papírra. És itt találtam egy versét, nem ezt mondtam el annak idején a Nemzeti Színházban, 3-4 évvel ezelőtt a verselnek a bajnokok volt egy ilyen óriási dolog, úgyhogy azt kell mondanom, hogy minden színész előtt leborulok, hogy napi szinten felmennek a színpadra, és szemükbe világít a reflektor, és nem látják a nézőket, csak éppen hunyorogva, hogyha nagyon figyelnek, és olyan dolgokat nyújtanak nekünk a színpadról, hogy annál szebben csak egy sportoló tud csinálni terpáz előtt. Szóval egy pár mondatot Aranyosi Ervintől. Szeretek nevetni, az a címe ennek a kis versnek. És bocsánat, nem vagyok egy nagy verselő, de ezt szeretném megosztani veletek, önökkel. Szeretek nevetni derűsen, vidáman, ez a legjobb dolog ebben a világban. Emelkedett kedvel szép világot látni, a természet kincsét sorra megcsodálni. Mást megkacagtatni legyen jobb a kedvünk, s csak körül kell nézni, s akad mind nevetnünk. Megtalálni a lét igazi értelmét, befelé figyelve, nem használva elmét. Szeretek szeretni, tiszta szívből adni, port rúgni az úton, vidáman haladni, sosem nézni vissza szomorító múltra, rátalálni végre egy nemesebb útra. Szeretek nevetni, mosolyt ragyogtatni, másokat emelve a lelket hatni, jó utat keresni a szép boldogsághoz, és eljutni a lélek belső igazához. Köszönöm. Szép gondolatok, amikor játszol, akkor nyilván nem erre figyelsz, hogy ez ad azért valamiféle útra valót neked. Hogyne. Mi az, ami az a plusz, amivel valaki világbajnok tud lenni? Hogy lehet eljutni erre a pontra? Nyilván talán ilyen lélek is kell hozzá. Célnak kell lenni,
mindenki előtt. Most nagyon komolyan fog ez tőlem hangozni, de én tudok komoly is lenni, hogyha kell. Kevesen hiszik ezt el. Szóval én azt gondolom, hogy az a gyerek, aki bármilyen sportágat elkezd űzni, művelni, az egy célt kell, hogy maga elé tűzzön. A legrosszabb cél az, hogy ebből fogok megélni. Na most az a gyerek, aki ezért kezd el sportolni, az 92. osztályos senki lesz, kimerem jelenteni. Eredményeket kell elérni, hogy én legyek a csapatba az első, akár eljussak magasabb osztályba, mindegy milyen sportágról beszélünk, én legyek a leggyorsabb, és ehhez semmi más nem kell, mint rengeteget dolgozni. De annál még többet, mint amit elgondoltok. És most akkor jöjjön az asztali tenisz. Szerintem ilyen sportág nincs is, ez pingpong. Tehát asztali, mondta valaki már másiknak, hogy jössz velem asztali teniszezni? Nem, hát ilyen nincsen. Gyere pingpongozni, kész, ennyi. És ez azért nagyon jó, hogy ezt így meg lehet fogalmazni, hogy asztali tenisz és pingpong, nem, pingpong és asztali tenisz, mert mindenki tud pingpongozni, de nagyon kevesen tudnak asztali teniszezni. A pingpong egy játék, maga az asztali tenisz a sport. És ugye vannak üzemi bajnokságok, nyáron az üdülőbe bajnokságok. Hú, én nagyon jól tudok már pingpongozni címmel, mondja az üdülő bajnok, és akkor én azt mondom, hogy nekem meg van egy tanítványom, aki 2 éve játszik, én adtam ütőt a kezébe, 8-9 éves, és nem tudsz ellene csinálni egyetlen egy poént, és nem hiszi el, pedig így van. Mert annak a 8-9-10 éves gyereknek a kezében már van nap, heti 3-szor, 2 óra, 3 óra pingpong. Tanított játék. És amikor eljutsz egy bizonyos szintre, leszel serdülő, aztán ifi, aztán lesz egy nagy lépés, hogy leszel felnőtt, mert van, aki nem tudja meglépni az ifiből a felnőttet, az egy nagyon-nagyon nagy lépcső. Akkor már az a sok edzés is kevés. Mert meggyőződésem, hogy mi itt Európában és a kínaiak ott Kínában is ugyanúgy megszületnek durván 9 hónapra, ugyanúgy készülnek el, mint mindenhol a Földön, semmivel sem tehetségesebbek, mint az európaiak, semmivel sem tehetségesebbek, csak ők sokkal többet dolgoznak azért, hogy a világ legjobbjai lehessenek. Tehát megint visszatérek a munkára, nem, direkt álltam meg egy picit, megint visszatérek a munkára, hogy amikor már ugyanaznyi munkát elvégeztél, és nem tudsz többet letenni az asztalra, 8-9 óráról beszélek. El lehet képzelni, hogy mennyi egy nap 8-9 órát pingpongozni. Nem tudják elképzelni. Én se tudom. Borzasztó. és ugyanannyit megtesz a svéd ellenfeled is, ugyanannyit megtesz a kínai ellenfeled is, és folytathatnám. És elmész egy versenyre. A mi versenyünk az káos rendszerű, ha egyet vesztesz, zuhanyozol és mehetsz haza. Egy év munkája veszett el, 2, ha rosszul ébredsz föl. Ugye megvan az az ember, aki ugyanannyit dolgozott, ugyanannyi tehetséges, mint te, minden rendben van, de lehet, hogy aznap, amikor ez a döntő volt, vagy ez az Európa-bajnokság volt, akkor nekem volt egy S nevezetű faktorom még ehhez az egészhez. A szerencse faktor. Mert szerencse nélkül nem lehet eredményt elérni. És nem a csúszáról beszélek, meg a necről, hanem a szerencséről, hogy aznap, akkor, abban az órában nekem jött össze minden, pedig a másik is, a harmadik is, mivel ez egy mérhető játék, ugyanazt megtette, mint én. Nekem egy picivel én egy picivel szerencsésebb voltam, ezért tudtam nyerni. A szerencse faktor azért ott még játszott nálad, hogy amikor világbajnokságot nyertél párosban, a Jónyerrel, ugye akkor a Klampár volt ugye a Jónyer partnere. Igen. Csak a Tibit eltiltották. Így kerültél te a Jónyer párjának. Mert akkor én már benne voltam a csapatban, azt tegyük oda. De párosban, igen. Akkor került a Jónyer. 1975-öt írunk, Kalkuttát írjuk.
A TV megcsinálta a szokásos botrányát, balhéját, ami én akkor is azt mondtam, mindig nagy szám volt, és én voltam a csapatkapitány, a szóvivő, megpróbáltam saját szavaimmal azért mindig megfogalmazni az igazunkat, és én akkor is azt mondtam, hogy a Klampert nem eltiltani kell, hanem meg kell büntetni, mert a lehető legnagyobb hibát akkor követi el egy sportvezetés, hogyha egy felkészült versenyzőt nem enged elindulni a versenyen. Mert nem csak abban a versenyzővel tol ki, hanem azokkal a társakkal is, akik együtt dolgoztak, kitol a versenyzővel, kitol a társaival és kitol az országgal. Hát gratulálok ehhez a sportvezetőhöz. Nagyon gratulálok. Na ez akkor így működött. De nem akarom mondani. Rég volt. Nagyon rég volt. Én már elfelejtettem. Mit olvastam, csak a szépre, visszafelé nem tekintünk. Így. Persze tudom. Tibit nem engedték ki Kalkutába. Jónyer Pistát. Párosba viszont be kellett nevezni valakit. Jónyer biztos volt. Nem, hát hogy indulni kellett. Igen. És mit tudom én, amikor eltiltották a Tibit, akkor volt, éppen akkor zárták a nevezést. És akkor mondták, hogy hát akkor nincs mese, akkor Jónyer Gergely páros következik. Soha nem játszottunk együtt. Baromi érdekes, hiszen miért játszottunk volna, amikor a Pistának a Tibi volt a párja. Hát Spartakuszban együtt játszottak, én ráadásul a BVSC-ben játszottam, ez olyan, mint a Fradi Dózsa, úgyhogy semmi gond, akkor álljatok össze. Na most kimentünk Kalkuttába, Jónyer, Börzsei, Tímár és Jómagam, hármas csapat van, négy férfi ment ki. Úgy lettünk ötödikek, hogy kínaiaktól kaptunk ki a négy közé jutásért. Úgy lettünk ötödikek, hogy vagy a Jónyer nyert hármat, vagy én nyertem hármat, és ő kettőt. Sajnos nem volt harmadik emberünk. És akkor mondta a Bercik, hogy ha a Klampert akkor kiengedik Kalkutába, akkor már ott írásba adta, hogy már ott akkor megnyerjük a csapatot. Tehát nem kellett volna 79-ig várni, hiszen mire is alapozta. A világranglistának Klampert előbb volt, mint a Jónyer a versenyek előtt, megnyerte Amerikában a világkupát. A Jónyer megnyerte az egyénit, a párost megnyertük a Jónyerrel. Na most képzeljék el, hogyha beszáll a Tibi ebbe a csapatba, akik ötödikek lettek, hát valószínűleg akkor nyerünk, és akkor jön a szerencsét, de akkor nem leszek világbajnok párosba. Hát dehogy nem csapatba, világbajnok lettem volna akkor is. Hát ez egy ilyen dolog. Ma is azt mondom, hogy sokszor meg szokták kérdezni, Laci, te is megkérdeznéd, de most gyorsan megelőzlek, hogy melyiket tartom legértékesebbnek. Ilyen hülyeséget nem szoktam megkérdezni. De mire vagy a legbüszkébb? Melyikre vagyok a legbüszkébb? Jó, igen. Akkor kettőre vagyok büszke. Az úttörő olimpiai aranyérmemre, mert az volt az első, tehát az volt az első. Kézzel kaptam egy doboz bombont érte, ez azért nem akármi. Az edzőmtől a KSI-ben, és természetesen a csapatvilágbajnoki címemre vagyok a legbüszkébb. Na figyelj, akkor a harmadik harmadban egy picit sztorizzunk, hogy legyünk picit vidámak is. Eddig sírtál? Ne, abszolút. Szerintem mindenki jól érzi magát. De a sztori hozzátartozik az életünkhöz. A sportban különösen, meg a színházban mindenképpen ott van. Ugye rengeteg futballélményünk van, rengeteg, a pingpongban is történnek olyan sztorik, ami kihagyhatatlanok és jó pofák. Tehát például, amikor készültök egy versenyre, ugye összekálltál a csapatot, itt lehet taktikázni, hogy ki játszik az első, második, harmadik helyen. Ezt ti hogy oldottátok meg annak a Bercikkel? Hogy ki sasoljátok, hogy a másik, az ellenfél például milyen összeállításban jön föl? Nagy képviség nélkül tényleg a nagyon-nagyon messze álljon tőlem azt az idézetet, el kell mondanom, hogy a Bercik Zoli azt mondta, hogy ameddig egy Gergelyen van, addig én nyugodtan ülök a kispadon. Ez nyomtatásban megjelent, az ő szavai, tehát ezt nem én találtam ki. Azt gondolom, hogy egy edzőtől ennél szebbet nem kaphat egy ember. Ez mire értett a biztonságra? Ezt arra értette, te megbízható játékos ezt vagy? Ezt arra értette, hogy hátulról kezdem.
Én már nem játszom, tét meccset már nem játszom, és büszkén elmondhatom azt, hogy amikor a BVSC-ben, vagy a magyar válogatottban utolsó mérkőzést játszottam, tehát 3-2-2-nél Davis kupa alapon, 3-3-nál, amikor volt a bajnokok ligája, vagy a válogatott mérkőzés, szuperligának hívták, illetve a Sveitling kupa világbajnokságon, ahol 3-as csapat van. Én most már úgy fogok meghalni, hogy soha az életemben nem vesztettem utolsó mérkőzést. Tehát amikor azon múlt, hogy a magyar csapat veszít vagy nyer, nem döntőről beszélek, nem világbajnoki döntőkről beszélek, hanem a csapat mérkőzésről, én soha nem vesztettem utolsó partit. Erre mondta a Bercik Zoli, hogy ameddig nekem van egy ilyenem, addig nyugodtan ülök. Mitől vagy te? Mi az a plusz, ami benned van, hogy nem tudsz veszteni az utolsó meccsen? Tehát ezt el tudod érni. Mi az, ami lehet? Ha itt, bocsánat mindenkitől, hogy egy ember lenne, akkor is ugyanolyan jól érezném magam, mintha 452, nem tudom hányan férnek, de 370, minthogyha ott lennénk a nagy teremben. Engem feldob az, hogy engem néznek, engem feldob az, hogy az dob fel a legjobban, ha minél nagyobb a tét. Én utáltam edzeni. El lehet képzelni azt, hogy milyen volt, hogy utálok edzeni, de 7-8 órát azért ütöttem ezt a kis labdát. Már nagyon haragudtam rá. De amikor jött az, hogy tessék 0-0, az kész, vége mindennek. Ha egy NB1-es meccs volt, ahol 30-40 ember volt kint, ugye a szülők, meg a barátnők, barátok, ha egy tízek bajnokság, amiről beszélgettünk, a Nemzeti Sportcsarnokban az már full telt ház, az azt jelentette, hogy 2500 ember abban a kis sportcsarnokban. Ha az Budapest Európa bajnokságon, ahol a csapatot megnyertük itt 1982-ben, még a régi Budapest sportcsarnokban, 13000 ember volt kint, és hát amikor 13000 emberből 12 ordítja, hogy Gergely Gabi, hát lehet úgy veszteni? Nem. Hát ott nem lehet veszteni. És amikor aztán a kínaiak ellen játszottunk Fennyánban a döntőt, tessék elkezdeni azt, hogy 23000 ember volt egy sportcsarnokban. 23000 ember előtt játszottunk. És egy kis asztal közepén. Ottan közelben, és természetesen a 23000-ből 30-22 magyar volt a turistacsoport, és az európai pingpongozók, a többiek koreaiak voltak a nézőtéren, és mindenki Kínának szurkolt. Csak az európaiak, tehát az a 200 ember szurkolt a magyaroknak. És mi nyertünk. Döbbenet. Döbbenet. Mi van itt a fejedben? Van valami? Tehát csak mi? Értem. Elmesélek erről a világbajnoki döntőről egy nagyon érdekes dolgot. A csoportmérkőzések alatt 5-2-re megvertük a kínai válogatottat. Ma is azt állítom, hogy az a csapat, akikkel játszottunk a csoportban, az volt az erősebb kínai válogatott. 5-2-re megvertük őket. Ott játszottam az első mérkőzésen, és én tudok kínai neveket. Ko Yao Hua nevezetű kínai valaki, éppen a regnáló egyéni világbajnok volt, és én azt mondtam a Bercik Zolinak, ez a csoportmérkőzésekről beszélek, azt mondtam a Bercik Zolinak, hogy Zoli, én most itt próbálgatok, ugye nem baj? Mert hogyha kikapunk a kínaiaktól, akkor is biztos másodikok vagyunk a csoportban, és keresztbejátszás következik, tehát elődöntőt játszunk akkor a másik csoport első helyezettjével. Tehát magyarul lehetett próbálkozni, mert mindegy volt, illetve nem volt mindegy. És mondtam, hogy én próbálom, hagyd néznem, hogy szervál, mit csinál, milyen adogatás, hova nyúl, mi. A lényeg az, hogy kiütött a kezemből az ütőt, simán megvert. Eltettem magamban, nagyon jó volt.
utána megvettem a Liangko Liangot, aki a világ legnagyobb játékosa, a világ legnagyobb védőjátékosa, az ütőket, a támadókat kivédi, a védőket kiüti. Szóval én azt mondom, hogy zseni. Na, mi nyertünk 5-2-re, mi történt? A kínai játékosok kijelentették, hogy ők már pedig a döntőben nem szeretnének játszani a magyarok ellen. Egyik se, senki. Azt mondták, hogy ez, ők úgy félnek a magyarok, mint a tűztől. Ez megtörtént, Isten az atyám, ezt elmondták. Nem akartak játszani, nem, azt mondták, hogy ők nem játszanak, a magyarok ellen nem játszanak. Ugye a védőjátékos nem tették be, a Liangko Liangot, mert azt mi megettük, innen hála Istennek, hogy nem tették be, betettek helyette egy Lucsivel nevezetű fiatal kisrácot. A Kuoyahua meg a Licsensin azért megmaradt, azért megmaradt bent. És milyen az élet, és akkor az első kérdés, és megválaszolom, hogy hogyan állították össze a csapatot. Úgy, hogy a Bercik Zoli kémeket küldött, hogy nézzék meg, hogy az ellenfél hogy ír be. Első játékos, második, harmadik. Ez egy darabig ment, Jugoszláviában meg tudtuk csinálni, ebből meg lehetett csinálni, itt a világbajnokságon meg már nem kellett megcsinálni, mert mi nem tudtunk változtatni. Hiszen biztos volt az, hogy mi hárman játszunk, és az biztos volt, a kínaiak is biztosan tudták azt, hogy engem fog a Bercik Zoli a legrosszabb helyre írni, ami azt jelenti, hogy én játszom az első meccset az ellenfél legjobb játékosával, és a 9-es meccset, tehát a 9-es meccset én játszom az ellenfél harmadik játékosával. Direkt nem azt mondom, hogy a leggyengébben. A harmadik játékosával. Mert hogyha már van egy Gergelyem, az akkor nem fog kikapni címmel. És akkor így volt, hogy 1-5-9, így voltam beírva. 1-es, 5-ös, 9-es meccs. És a kérdés második fele, hogy mit érzel, vagy mire gondolsz, semmire. Arra kell gondolni, hogy ott van az ellenfél, és te vagy ott, van egy ellenfél, és tök mindegy, hogy mi van. Tök mindegy, nem hallhatod. Aki hallja, aki abban törődik, hogy a másik asztalon Kína, Korea női döntő volt, és sikítottak, meg üvöltöttek, nem hallod, Isten bizony nem hallod. Nem hallod. Azt hallod, amikor vastapsolnak téged. De ezt komolyan mondom, de az, hogy ordítanak a másik asztalnál, vagy azt nem hallod, kész. Kizárod. Azt ki kell zárni. 3-0-ra vezetett a magyar válogatott, Jónyer Pista játszott a Kuoyahuával, azzal, akivel a 0-0-nál én játszottam, és véletlenül én nyertem. Ugye azt a meccset, amit az előzőn próbálgattam, hogy szervál, hogy adogat, hogy nyúl hozzá. Na most én nyertem ezt a döntő-döntőjén, én nyertem a 0-0-nál. Pista játszott 3-0-nál ugyanezzel akkor kínai sráccal, és döntőszer 19-18 volt a Jónyernek, és ütött egy oldalcsúszát a kínai. Itt találta el a labdával az asztalt, itt oldalt, itt nem csúsza, hanem itt. Ami nem szabályos. Ami szabálytalan, itt abszolút rossz. Tájföldi vezetőbíró felemelt a nevét, és azt mondta, csúsza. Megítélte a pontot, eltalálta mondjuk az asztal lábát, tök mindegy. És ugye 20-18 helyett 19-19 lett, nem mindegy, ugye ilyen állásnál, nem mindegy, hogy kettőbe vezet vagy egál. Na mindegy, én még a Pistát nem láttam elsápadni, összetört, pedig Lacinak mondtam éppen valamikor, hogy én többet aludtam a Jónyerral egy szobába, egy ágyba, mint az összes feleségemmel együtt, szóval, de én még ilyenek nem láttam őt. Összetört. El is vesztette azt a meccset, és 3-1, tehát 4-0 helyett 3-1 lett. Ergo visszajöttek a meccsbe a kínaiak. És 3-1 oda kellett állnom játszani ebből a Li Shenxin nevezetű emberrel. És ez, hogy láttam a Jónyernek a fejét, hogy néz ki, hogy esett maga alá, ez engem is megviselt, képzeljétek el. Odálltam játszani, és az első szedbe akkor vettem észre a labdát, amikor innen visszajött, onnan hátulról visszajött, elment a hónom alatt a labda. Onnan jöttek vissza a palánkról. És akkor kimentem, bocsánat, föl kell állnom, kimentem, és azt mondtam, hogy Zoli,
Ez van. Berciknek. Mit mondott a mester? Nyugi. Nem kell nyerni. Játsszál. Hoppá. Nem kell nyerni, játsszál. 2-1 lett ide. 4-1, 5-1. Kész, vége. És milyen érdekes, hogy a Kampál Tibi bement 4-1-nél játszani. Ebből a harmadik kínaival. És nézzük, hogy mit csinál ez a, mit csinál a Tibi. Mi van, Tibike? Első szetet elvesztette. Világbajnoki döntőről beszélünk. 4-1 ide. Ő a leggyengébbel játszik. Jön ki, azt mondja Zolinak. A Zoli magán kívül volt, Bercik. Azt mondja Zolinak, még megszólt volna. Nyugi főnök. Nyerek. Nyugi főnök, nyerek. Visszament, és 2-10-re megvert a srácot. Kész, vége volt. Nyugi, nyerek. Egyszerűen nem tud, mindegy, hányszor játszottuk volna azt le. Kedves nézőink, ezzel napi aktuál rovatunk végére értünk. A reklámok után Karikótó Tibor szerkesztésében jelentkezik a Szentes Annó című műsorunk. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra! A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A Vodafone Red korlátlan belföldi mobilnetével élőben megmutathatod a legjobb pillanataid. Választ hozzá az új Xiaomi 11 Lite 5G NE, vagy a Xiaomi Redmi Note 10 5G készüléket. Together we can. Vodafone. Ilyen még nem volt Szentesen. A 2004-ben megalakult Freestyle Chamber Orchestra igazán nagy áttörést jelentett a hazai jazz élet számára, hiszen létrejött Magyarország első olyan állandó professzionális kamarazenekara, amelyik vonósokból, fafúvókból, tekerőből és jazz kombóból áll. A Freestyle Chamber Orchestra állandó résztvevője a hazai és külföldi jazz fesztiváloknak. És most Szentesre érkeznek. November 25-én csütörtökön 19 órától nálunk mutatják be az Üveghegyen túl című koncertjüket. A program diákigazolvánnyal díjmentesen látogatható. Szentesen a Hangversenyközpontban. Tisztelettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Annó Plus műsorát láthatják. Egy kisgyermek ünnepélyes köszöntése életkorától függetlenül bármikor megszervezhető. Manapság a szülők szabadon dönthetnek arról, hogy az inkább családi ünnepnek nevezhető névadást, vagy az egyházi közösségbe való belépés első fokát jelentő keresztelés választják-e kisgyermekük kapcsán. A rendszerváltást megelőző időkben nem igazán pártolta az akkori egypártrendszer,
a vallási hagyományok, szokások fenntartását, így akkoriban a többség a keresztelés helyett a névadó mellett döntött. Ez esetben a keresztülők helyett névadó szülők tettek ünnepélyes ígéretet arra vonatkozóan, hogy a gyermeket legjobb tudások és belátások szerint embertársait és hazáját szerető felnőtté formálják, nevelik. Szentesen 1987. április 11-én különleges ünnepségnek adott helyt a Városháza kisterme, hiszen egyszerre 6 kisgyermek névadóját tartották. A közös pont pedig az volt, hogy a szülők, névadók a Magyar Államvasutak szolgálatában álltak. Legyünk most mi is részesei ennek az alkalomnak, utazzunk vissza az időben, s Urbán Ferenc videófelvételének köszönhetően lássuk, milyen is volt a MÁV 6-os névadó 34 évvel ezelőtt Szentesen.
Szeretettel köszöntöm Szentes Város tanácsa, a családi intézet és egész városunk nevében az édesanyákat, édesapákat, a névadó szülőket, nagyszülőket, dédszülőket, minden kedves vendégünket, és külön szeretettel köszöntöm ünnepségünk központi alakjait, a kisgyermeket. Ünneplő családok öröme hozott itt most össze bennünket, akik megjelentünk a kisgyermekek névadójára, hogy osztozzunk a családok örömében. Így tanúi lehetünk annak az ünnepélyes percnek, amikor a szülők és névadó szülők fogadalmat tesznek a gyermek nevelésére, és társadalmunk tagjává fogadjuk a kisgyermekeket. Most engedjék meg, hogy ismertessem a névadó könyve történt bejegyzést. Névadáson megjelent Rácz Ágnes, Gyergyai Marian, Bakra Katalin, Rácz Lajos Zoltán és Pási Gábor. Ünnepélyesen bejelentem, hogy a gyermekek az Ágnes, a Marian, a Katalin, a Lajos Zoltán és a Gábor utolneveket viselik, melyek a Szentesi Anyakönyvi Könyvében vannak bejegyezve. Valamennyiünk nevében kívánom, hogy ezeket a neveket a szeretet és a megbecsülés övezze, és a kisgyermekek minél több örömet szerezzenek a kedves szülőknek, névadó szüleinek, az egész családnak. Most, amikor mindannyian szeretettel tekintünk a gyermekekre, kérem a szülőket, névadó szülőket, tegyenek fogadalmat a gyermekek nevelésére. Kérek minden kedves vendéget, szíveskedjenek felállni. Az édesanyák vegyék magukhoz a gyermekeket, és az édesapákkal együtt mondják el utánam a fogadalomtétel szövegét. Ünnepélyesen fogadjuk, hogy gyermekünket minden erőnkkel, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint családját, embertársait és szocialista hazánkat szerető, igaz emberré neveljük. Névadó anyukák vegyék át a gyermekeket, és a névadó apukákkal együtt mondják utána a fogadalomtétel szöveget. Ünnepélyesen fogadjuk, hogy a kisgyermek életének alakulását figyelemmel kísérjük, igaz emberré neveléséhez, szüleinek, minden tőlük telhető, segítséget megadunk. Thank you.
temető nem jelez ma ünnepet, de mégis a szívet mélyén új ünnepnek született. Névadót tart a kis család, s ez a legszebb benne, mint hogyha az egész világ egy nagy család lenne. De jó lenne, ha a napnak sose lenne vége. Háború se lenne többé, csak béke, csak béke. Ragyogóban sütharnak, még a rét is bársúnyosan, szebbenkor a madárnak, éppen külön alatt élne. Érted, ha lesz kicsi gyermek, vagy ha téged is neteldek. Minden szívnak az érzagok, boldog legyen gyermekkorod. Teljesüljön, álmod, vágyad, sose tud menni a várnak. Serkenytel, kegyes nap, mosolyog asszonynal, aranyszáltól a karletes, mint egy angyal. Ingó, bingó, zöld fűszál, szépen felöltözik, millió rózsával meg is törölközik. Amennyi fűszál van a tarka mezőben, annyi áldás szálljon szüleim fejére. Három napig taj egy édes, a kisbaba de aranyos, édesanyja de takaros. Menjünk, menjünk közelébe, testvérünk öt nagy sietve, köszönteni a kisbabát, örvendező édesanyját, örvendező édesapját, és az egész sokonságát. Szunnyád kisbaba, ő visz halkszoba, zsongó éjszaka csillagfény. Borjág egy maga, vátkót fátyola, álmod kisbaba kínésén. Nagy a menny ablaka, süt a hold éjszaka, letekint egy maga, aludjál kisbaba. Csit kicsi kedves, csit csit csit, jó gyermek légy, ó hallga kicsi, hunyd le szemed, és hunyd le a szád, fölleri az jó édesanyád, alszik anyád, hát te is valud. Úgy kicsi kedves, úgy, hunyj a szemét, már jó a gyerek, én is alalszom majd veletek. Mikor kicsi voltam, ki vigyázott rám, pacsalatfójába betakartál anyám, te tanítottál meg a legelső szóra, óvtál minden rossztól, tanítottál jóra. Szerettél, neveltél, fáradoztál értem, mikor beteg voltam, virasztottál ébren. Lázas homlokomat kezet frissítette, de amikor fáztam, zivankós hidegbe, két meleg tenyeret védett, melegített, mikor simogattál, nem is volt már hideg. Mindig erős voltál, és én mindig gyenge, ha csak a ruhád szélét fogtam a kezembe, erős lettem én is. Így múltam az évek, gyönge gyermekkori gyönyörű emléket, és most névadó napja mit adhatnék néked? Két párat kezedért, szóval köszönetet. Úgy érzem, hogy most is kicsi vagyok, gyenge. Ennél több, ennél szebb nem jut az eszembe. De most az első emlék mindent elmond talán. Pacsolatfójába te takartál anyám. Óha csinke volnék, csinka kellnék, én pöldöksugárban énekelnék. Minden este borjára, búzára, visszaszállnék anyám ablakára. Ó, szerő volnék, mindig fújnék, minden bőkabádba belebújnék. Nyári ilyen fehér, kocsi szépen, elcsitulnék jó anyám lépen. Mit hoztunk néked, babácska kedves, a kis dobosoktól emléket ezres? Kicsike kendő, lepvenő lengő, alig marogni, csak két araszló, összekötvényű, új kis testvérő. Gyerekek, azt kívánjuk! Azt kívánjuk mind!
szép vagy, kis virág. Köztünk leszel nem sokára, eljutsz majd az iskolába. Mutatunk majd sok-sok szépet, csodálod a messzeséget. Okos leszel, ügyes és jó, szolgálmas és szokott. Ti pedig majd jó emberek, gyermeket szeressétek. Teremtsetek békességet, nagyjá lenni segítsétek. Szüleinek örömére, szép haza békességére. Pici vagyok én, a nemövök én, mint a tüdő a kacsékból kitagadok én. Kicsi vagyok én, a nemövök én, apámnál és anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erős leszek én, világ minden óriását kötött vágom én. Kicsi vagyok én, de én leszek én leszek a legjobb ember, a szökezek én. Kedves szülők, kedves vendégek! Ahogy itt körülnézek, az arcokon mosolyt és meghatottságot látok. Néhány szemben örömkönnyeket. Így van ez rendjén, amikor gyermekeket ünnepelünk, s bennük ünnepeljük a család és egész társadalmunk jövendőjét, hiszen minden kicsi ember a jövendő ígérete. Ígéret az édesanyának, aki a szíve alatt hordja édes terhét, születendő gyermekét. És ígéret az édesapának, aki a széltől is óvja asszonyát, hiszen a legdrágább kincs a gyermekek hordozója. A kisgyermek már megszületése előtt boldogságot kap a családnak. A gyermekvárás izgalommal teli hónapjaival megajándékozza a levendő édesanyát, édesapát. Akik ekkor még nem tudják, milyen ember válik majd belőle, mégis szeretettel és boldogan várják őt. A gyermek kacagása nélkül üres lenne a világ. A gyermek az, aki biztosítja számunkra az örökké valóságot. Hiszen a génjeiben hordoz, és ad tovább minket a távoli jövendőre. Kedves szülők! Társadalomban a család, és benne a szülők a legfontosabb hivatása a gyermeknevelés. A gyermek születésekor olyan apró, tehetetlen pici lény, akinek sok-sok esztendőn keresztül szüksége van a szülői szeretetre, a gondoskodásra. A szülő az, aki a gyermekének minden percének szeretetteljes kísérője. Tőle tanulja meg a gyermek a beszéddel, az első lépésekkel együtt az emberséget, a becsületet, embertársai szeretetét, és a szülők példáját követve indul el a felnőtt élet útján. Mindezt teljesíteni nem kis feladat. Igaz, a gyermeknevelés kimondhatatlanul sok örömmel és boldogsággal jár. Ugye milyen szép, amikor a kicsik ezek először ölelik át az édesapát. Amikor az első botladozó lépésekkel elindul, és szülei erős kezét fogva felfedezi nem a körülötte lévő hatalmat. Nem szabad eljönni. Amikor mondja, édesanyám, édesapám, amikor vigasztalásért bújik az anya elölbe, és védelmért édesapja erős karjába. Kicsi gyermekük ma felnéz önökre. Az ő szemében apa és anya óriás. Anya a legszebb, a leggyöngédebb, apa pedig a legbátrabb és a legerősebb ember a világon. Ugye milyen jó felemelni őket? És megmutatni neki, nem sokára te is ilyen nagy és erős leszel. Én azt kívánom ma önöknek, hogy amikor már nem kell majd felemelni őt, amikor ő is a felnőtt ember magasságából nézi a világot, akkor is azt éresse. Az én édesanyám a legszebb, a leggyöngédebb, az én édesapám a legbátrabb és a legerősebb ember a világon. Kedves névadó szülők! Önök ma ünnepélyesen fogadalmat tettek a kisgyermekek jövőjére vonatkozóan.
kérem önöket, soha ne felejtjék, a szülők után önök lesznek a legközelebb a gyermekhez. És a gyermek olyan lesz, amilyennek a szüleit, és önöket látja. Az önök példáját is követve indul el a felnőtt élet útján, és az önök segítségével lépi majd át a felnőtt kor kapuját. És ha egy példa lát ránk szépet, igazat, jót szerető ember válik majd belőle, az nem csak a szülei, hanem az önök dicsőségére is válik. Azt kívánom önöknek, hogy önként vállalt, szép feladatokban találjanak sok örömet, boldogságot, és hogy a kisgyermekek olyan felnőtté váljanak, amilyennek őket megálmodták. Kedves nagyszülők, dédszülők! Akkor, amikor a gyermek a felnőtt kor határára ér, a szülőknek akarva akaratlanul is számolnia kell azzal, hogy nem sokára kiválik a családból, hogy szülei példáját követve családot alapítson, megteremtse a maga otthonát. Bizony nehéz ezzel a gondolattal megbarátkozni, de tudom, már akkor vigasztalást nyújt egy kicsit az a gondolat, hogy néhány év után belépesül ismét a ház unokákkal, akikben saját gyermeküket szeretetik viszont ismét aprónak, tehetetlenek. Aki botladozó nyelven próbálja kimondani, hogy papa, mama, unokákkal, akiket már felhőtlenül lehet szeretni, dédelgetni, kényeztetni. A felnőtt ember szívében is csodálatos emlékeket ébreszt ez a gondolat, mindazt a szépet és jót, amit önöktől kapni fog felnevelésük során. Unokáink névadóján kívánok önöknek, hogy még sok esztendőn keresztül erőben és egészségben élvezzék mindazt a szépet és jót, amit az unoka fejlődése, szeretete a nagyszülők számára adnak. Benneteket is ünnepeltek, egy verssel köszöntek. Tél, tavasz, nyár, ősz, fák, ligetek, szeressétek a gyermeket. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezess okosan a lányt és fiút. Tanítsd, melenges te is, drága nap, csempész zsebükbe titkos aranyagot. S ti mind élő és halott vagyok. Tanítsátok felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz rájuk, hatalmas vigyázz. Azt kívánom ma nektek, hogy nőjetek, erősödjetek, szeretetben, békében és boldogságban. Váljatok az igazat, szépet, jót szerető, becsületes emberekké, szüleitek, névadóitok, nagyszüleitek, a nénszülők, és mindannyiunk örömére. Yeah.
szeretettel köszöntöm mindannyiunk nevében az újonnan érkezetteket. Kérem a szülőket és a névadó szülőket, és minden kedves vendégünket ismét szíveskedjenek felállni. Az édesanyák vegyék magukhoz a gyermekeket. Az édesanyák. És az édesapával közösen mondják el utánam a fogadalomtétel szövegét. Ünnepélyesen fogadjuk, hogy gyermekünket minden erőnkkel, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint családját, embertársait és szocialista hazánkat szerető igaz embervé neveljük. Névodalukat vegy át a kisgyermeket, és a névodalukával együtt mondják el utána a fogadalomtétel szövegét. Ünnepélyesen fogadjuk, hogy a kisgyermek életének alakulását figyelemmel kísérjük, igaz emberré neveléséhez, szüleinek, minden tőlünk telhető. Minden tőlünk telhető. Segítséget megadunk. Segítséget megadunk. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a kis család ünnepségünk alkalmából. Tekintettel arra, hogy a gyerekek fürdőképessége már a felső határán van, és egy kis mehetlen csúszás is történt. Én úgy érzem, valamennyi jó kívánság és ilyenkor elmondható jó dolgot itt az erőszem szóltól meghallottuk. Én csak a munkahely lehetőségének és kollégáknak a jó kívánságét szeretném tolmácsolni, és engedjék meg, hogy a kisbizottság és a szakszakbizottság ajándékát szerény ajándékát átnyújtsam Önöknek. Thank you.
Kedves ajándékok állogása után engedjék meg, hogy a Szentes Város tanácsa, a családintézet, jó magam is egész városom nevében sok sikert és boldogságot kívánok mindannyiuknak a jövőben. És édesanyáknak a mai nap emlékére egy-egy emléklapot adok. Kedves nézőink, ezzel mai adásunk végére értünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Karikó Tóth Tibor és a vágó Viola István.